Matács két paksival szemben. De megtartja a labdát, Barci jön, ne rosszul vette át, de még mindig lépés előnyben van Barci, és 2-0. Egymást hibáztatják ott közben a paksi védők, a Barci pedig már az első félidőben is voltak szép megmozdulásai, remek lövései, most végigvitte a kontrát. Pedig elsőre úgy nézett, hogy nem veszi át tökéletesen a labdát, de meg tudta tartani a lépés előnyét, és be is helyezte végül is a labdát a bal sarokba. Innen nagyon nehéz lesz a Paksnak most már. Kiszaladt természetesen Barci oda, Diósgyőri szurkolók elé.